Képzeljétek el, hogy most érkezett egy csomagom ilyen nagy dobozba. Szerintetek mi lehet benne? Hát mi más lenne benne, mint az új Apple Watch-om? Azért, mert a régi az beszart. Itt van egy tár rizsbe. Hoppá. Itt van benne egy tár rizsbe, mert képzeljétek el, hogy bementem az Apple Watch-on a medencébe, és onnantól kezdve meghalt. Lemerült, nem lehet feltölteni, ritkán magától bekapcsol meg ilyenek, de semmire nem reagál. Éppen ahogy pakolom be a videókat, eszembe jutott, hogy nem is mondtam el, hogy milyen órát vettem. Apple Watch Series 7-eset vettem meg, a legújabbat, és nekem az se volt meg. Megmondom az őszintét, hogy szerintem semmi különbség nincs a kettő között. Maximum árba, jó, aksi, meg egy picit nagyobb a kijelzője, viszont szerintem ugyanazokat tudják. Nekem semmi újat nem mutatta a 7-es. Elég lett volna megint egy S70-nem. Esetleg, hogyha tudja valaki, hogy tényleg vízálló-e az óra, vagy sem, az légy szíves, írja meg nekem a komment szekcióba. Én úgy tudom, hogy vízálló, és mikor bementem a strandon a vízbe, akkor pár óráig semmi baja nem volt, kijöttem, kikapcsolt az óra, utána vissza bekapcsolt magától, a vészhívást akarta folyamatosan elindítani, utána a sikerült leállítanom, és onnantól kezdve kikapcsolt, és ennyi az órának, nem reagál most már semmire. Próbáltam belerakni rizsbe, több napra is, hogy kiszívja esetleg a bennem maradt folyadékot, de semmi nem volt, ennyi. Úgyhogy ezt az Apple Watch 7-es szériát vettem meg, aminek egyébként nagyon örülök, mert szép, viszont, ahogy mondtam, szerintem ugyanaz, mint az SE. 2 napja, és rendeltem egy új Apple Watch-ot, amit egy ekkora dobozba küldtek el, hogy bocs, még retkés vagyok, mert kint dolgozok a kertbe. Majd be fogok számolni nektek arról, tiszta rizs az ujjam, be fogok nektek számolni arról, hogy mit csinálunk kint a kertbe, és le fogom nektek videózni. Közben eljöttünk, családdal fagyizunk egyet, ami még nem érkezett meg. Apáé, Benci is. Remélem, hogy látni lehetett, meg itt vannak velünk a kutyák is. Eljöttünk Königsteinba, ez egy kisebb város. Hát az, hogy milyen látnivalók vannak itt, az még ki fog derülni, mert mi szombaton jöttünk, és elvileg vasárnap van nyitva minden. Ahogy a videóban is láthattátok, drónos felvételen egyre több felhő volt, és pár perc alatt elkezdett szakadni az eső, jöttünk is haza, de szerintem most mindenhol ilyen nagyon nagy viharok vannak, idézőjelesen. Königsteinba egy érdekesség, csak egy kapella volt, semmi más. Más nem tudtam nektek megmutatni, ennyi volt az egész. Még, hogyha 45 percet gyalogoltunk volna a belvárosból felfele, akkor ott jobban be tudtuk volna látni még jobban az egészet. Viszont mi elmentünk a kapelléhez, ami ott volt rögtön a belváros mellett, 4 perccel kocsival. Még oda kimentünk, megnéztük, annyi érdekesség volt, hogy az a kapella az fel volt egy hegy tetejére építve, és nem tudom, hogy látszél-e a drónos felvételen, viszont brutálisan nagy szakadék volt ott rögtön mellette, több 10 méteres szakadék volt, semmi korlát nem volt, semmi figyelmeztetés nem volt, hogy ne menj a szélére, mert konkrétan le fog zuhanni. Ha tetszett ez a videó, akkor nem felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, lájkoljátok ezt a videót, fogok nektek jönni izgalmasabb videókkal is. Ki követ Instagramon vagy TikTokon, az tudhatja, hogy mostanában elég sokat kadoztam, motoroztam, gördeszkáztam, rollereztem, meg ilyenek. Szóval élvezem a szabadságomat, a gyerekekkel voltam, Genével voltam, és kihasználom azt, hogy még itthon vagyok. Nem sokára jön a harmadik kisfiam, úgyhogy utána megpróbálok vele is lenni, de fogok nektek is videókat gyártani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok még velem, ennyien támogattok. Na sziasztok, Milán voltam, találkozunk a következő videóban. Peace out!